Az Újpest próbál támadásokat építeni, és kontrázik a Pécs. Most megint megkönnyíti ezt a kontrát az eladott labda. Ott a helyzet, és ott a vezetés. Ez aztán az alapos meglepetés. Mandzsrekár érkezett a hosszú oldalon, és megszerzi a vezetést a Pécs. Pontatlanul játszik az Újpest, nem először adják el a labdát, és tulajdonképpen ebből tudtak most is megindulni a vendégek. Az átadás pillanatában nincsen les. Ott Mandzsrekár, a kanadai, két újpesti mellett is elmegy. Balajca sem vetődött ki, talán abban bízott, hogy fel tudnak szabadítani a társak. De végül is nagyon-nagyon pontos volt Márkvárt labdája át a hosszú oldalra.